Sziasztok mindenkinek! A mai videóban nagyjából 10 nap ételeit hoztam el nektek. Lesznek benne airfryeres receptek is, annak hosszabb változatát külön airfryeres videóban láthatjátok majd. Az első ételünk egy összenyomi, fűszeres mustárral és minden kencével. Ezt vacsorára ettem, reggelin pedig egy májkrémes kenyér volt, azt hiszem uborkával és egy kis mentás teával. Sziasztok mindenkinek! A mai ebéd karalábé krémleves lesz levesgyöngyel és paprikás krumpli virslivel, és lesz hozzá egy mellé egy jó nagy fej saláta, amit a barátnőm szerett a kertjükből, ő termelte, úgyhogy mondta, hogy az egész udvar salátában úszik szó szerint, úgyhogy most szedegettem le, jó kis homokos, még szépen előkészítem, úgyhogy ez a mai ebéd, jövök vissza majd a tálalással. Íme az elkészült karalábé krémleves levesgyöngye, Vivike itthon volt, úgyhogy mindenképpen olyan menüt szerettem volna készíteni, ami az ő kedvence, és a másodikhoz készítettem egy ilyen cukros, ecetes fejes salátát, ugye, amit a barátnőm adott, és paprikás krumplit virslivel. Ezt Vivike nagyon szereti minden formában, akár kolbásszal, akár virslivel, és ő is evett a salátát, és azt is nagyon szereti, úgyhogy ez volt az ebédünk. Vacsorára szedtem egy kis újhagymát a kertből, és igazából csak összevágtam egy kis salátát, paprikát és paradicsomot, és ezt raktam rá szendvicsre, májkrémes, illetve szalámis szendvicsre, illetve különböző kencéket raktam rá, mustárt, fűszeres mustárt, a majonézt, és ezt a füstös grill szószt. Itt pedig Marci vacsoráját látjátok, ő virslit evett kenyérrel és zöldségekkel. Reggelire az airfryerben fogok készíteni meleg szendvicset, májkrémest és szalámist, és egy pici kis ivójoghurtot fogok hozzáinni. Az én mai reggelim airfryerben készített meleg szendvics, 3 perc alatt lett kész, az egyik pizzakrémes, és van rajta szalámi, a másik pedig ilyen májpástétomos, és iszok egy Actimelt, ez ilyen vegyes bazár, a párom vette most az Oceanből, és nagyon-nagyon ritkán iszok ilyet, úgyhogy ez lesz a reggelim. Ez isteni finom. Nagyon jó. De jó. Itthon bocsi az aért, a mai ebédünk pedig nem más, mint oldalas lesz. Ismét az airfryerben fogom elkészíteni. Létezik, hogy 30 perc alatt majdnem 1 kiló oldalas megsütött nekem, olaj nélkül. Még csak 10:30 van, de délben jövök vissza a tálalással, egy kis fejes salátát kínálok hozzá és krumplipürét. Védre pedig itt az oldalas, ami az airfryerben készült, külön videóban láthatjátok majd hogyan készült, és elmondom róla a tapasztalataimat is. Egy kis fejes salátával fogyasztottam, és limonádéval, krumplipürével. Védem az oldalas, airfryerben készült, majd az airfryeres videóban vagy láttátok már, vagy látjátok, nem tudom, hogy mennek-e a videók, krumplipüré. Maradt még tegnapról egy kis ecetes saláta, ilyen fejes saláta, illetve egy jó nagy pohár hideg szörp, limonádé, és van benne egy pár mentalevél, amit az udvarról szedtem, van egy ilyen kis mentás, kis cserepes dolgunk, úgyhogy ez a mai ebédem. Hát az isteni. Most ilyenkor elgondolkozom, hogy eddig ott csütöttem a nagy olajban, raktam alá bőven olajat, de hogy minek, mikor így is megsül. Csalára, illetve reggelire vettünk a pékségből perecet, különböző pizzákat és kukoricás pizzát, párom munkába is vitt, és akkor vacsorára én ezt a pizzás kiflit ettem, és csináltam egy salátát, ami egy picit másabb volt, mint ahogy szoktam, mert ebben most hagymát is raktam, uborkát, de ugyanazzal az alappal, ezzel a citromos, borsos, olívaolajas alappal készítettem, és nagyon finom volt. Sziasztok, a mai reggeli májkrémes kenyér paradicsommal,
és egy kis tea mentával. Pédre pedig egy kis gyorsleves készítettem, ételízesítővel is főztem bele tésztát, illetve petrezselymet, második az még maradt tegnapról, úgyhogy ezt nem csináltam. Vacsorára pedig egy ilyen kovászos kenyérből készítettem szendvicset, szokásos zöldséggel és szalámival, és akkor itt egy szülinapos ünnepséget fogtok látni, ahol a menü az paradicsomleves volt betűt tésztával. Neked is, Szivi. Na. És hogy van az én apukám? És íme a második, ez két darab kétszemélyes tál a Zéman étteremből, volt rajta a cigány pecsenyétől kezdve a töltött húsig, a rántott kamamberig, a sült kacsacombig, tényleg minden, vegyes körettel, sült krumplival volt és rizssel, illetve rengeteg kiegészítővel, kakastaréjjal, sült kolbásszal. A torta kismandula cukrászdából volt, ez egy fekete erdei megy torta volt. Sziasztok, a mai reggelim, ami elég késői 9:30-ban, Vivike még alszik, úgyhogy nem voltam éhes, egy pici kis pogácsa az airfryerben melegítettem meg, mert amúgy kőkemény volt, úgyhogy frissen, melegen, mintha a pékségbe vásároltam volna. Na itt a pogácsát, és jó kis pirefoszlós lett, úgyhogy ezt fogom reggelizni. Próba raktam volna, akkor az egész egy ilyen meleg keltészta lett volna, így viszont egy picit megpirult a teteje. Kívül ropogós, belül foszlós, nagyon jó. Ez pedig egy hétköznapi nap volt, mikor Vivike nem ment óvodába és anyánál ebédeltünk. Luca! Szia! Szia! Lucius! Lucius! Ezt azt én vittem, paradicsomleves, ami még maradt. Az is hozom. Szeretem a káposztát. Káposztát. Én is kérek. Jó. Apja? Nem. Kenyér nem. Anya pedig töltött paprikát készített. Itt már látjátok, Vivikének vágtam az enyémből, mert nagy volt. Jó lett? Jó. Finom, Vivike. Illetve vittem még a tálból, ami maradt, azt is megettük. Még nincs vége a videónak, de szeretnélek megkérni, hogy ha itt jársz, akkor nyomj egy lájkot. Oké, és köszi! Vacsorára pedig ilyen kifli falatokat ettem szalámival és a szokásos salátámmal, és mellé leküldtem egy jó kis hideg citromos sört. A másnapi vacsora hotdog, ezen a napon voltam a Lidl-ben bevásárolni, és ilyenkor első este mindig hotdogot szoktunk enni. A másnapi ebéd, mivel Vivike itthon volt, sertéspörköltöt készítettem makaronival, amit céklával fogyasztottunk. Erre vagyok rákattamva, limonádészörp, mentalevél, áfonya és eper. Kis hűsítő. Ezt is!
mai vacsi bundás kenyér lesz Marci kívánságára, úgyhogy rakom is be. Készült a bundás kenyér, amit Marcinak csináltam vacsorára, de végül Vivike is evett belőle egyet. Mindenkinek ízlett, Marci azért nagy kritikus, azt majd látjátok az airfryer-ös videóban, közben nekünk vacsorára szintén airfryer-ben virsli készült, és csináltam hozzá egy kis cacikit. Ezeknek külön a tesztelését, a hosszabb verzióját az airfryer-ös videóban láthatjátok majd, bár ott se teszteltem mindegyiket így, de ott több részletet mutatott minden ilyen airfryer-ben készült ételről. Ére ismét az airfryer-ben készítettem meleg szendvicset, ezt is majd az airfryer-ös videóban láthatjátok bővebben. Reggel, sziasztok! A mai reggelim airfryer-ban készült meleg szendvics, most sajt is van rajta, tószkenyérrel egy pici ilyen barackos ivós joghurt és egy kis zöldség, úgyhogy ennyi. Másnapi reggeli szintén ebben készült. Ó, de jó kis ropogós! Jaj, de jó! Krémmel, paradicsommal, uborkával és szalámival. Valamelyik nap néztem a YouTube-on egy kóstolós videót, és hogy a fickó nem rakott állványt sosem, hanem mindig így kóstolt, úgyhogy most én is így kóstolok. Miért kellene nekem állvány ahhoz? Az jutatja eszembe, ez a tetős sütőszendvics, mint mikor nagymamám sütött nekem abban a régi kis rácsos meleg szendvics sütő, amiben ajtaja volt, nem tudom, emlékeztek-e még. Olyan ízt ad neki. A mai ebédem az Aldiból van, úton vagyok haza, fél egy van, nem volt időm főzni. XXL békönös burger, sült húspogácsa, darált sertés és marhahús, szezámmagos zsömlében füstölt szalonnával és ömlesztett sajtal, és akciós volt, 630 forint otthon tesztelés. Hazaértem, brutálisan éhes vagyok, szomjas vagyok. Azt mondja, mikróban 2 perc. Na nézzük meg, mi van ebben a hamburgerben. Hát ebbe zöldség nulla, nulla zöldség, ellenben 2 nagy bazi nagy hús, sőt se ketchup, se mustár, se majonéz nincs benne. Na nem raktam bele semmit egyelőre, csak egy pici mustárt, úgyhogy meg is kóstoljuk. Vagy nagyon éhes vagyok, vagy ez baromi jó. Nagyon kár, nincs benne zöldség. Nézzétek meg! 1, 2, 3, 4, 5 szelet békön is van benne, ugyanis ez egy békönös burger, és tök jó lusztikus papírt adtak hozzá. Úgyhogy elfogyasztom, ez a mai ebédem, amúgy zöld borsó főzelék lett volna. Vacsorára ismételten az airfryer-ben készítettem szendvicset és a szokásos salátát. Sziasztok, ma június 3-a van. Tegnapról még maradt egy kis salé, és gondoltam, rittyentek mellé egy tojásból egy kis tojást igazából. Reggelim egy tojásból, maradék salátával és egy szeletől zsúrkenyérrel, illetve egy kis barackos joghurt, és jó megpirítva, mustár alapon a kenyér. Olyan jól néz ki ez a fullos szendvics. Potyogni fog. Kós üveg, ami 700 forint volt, és raktam bele limonádét, illetve friss narancsot és mentát. És jó behűtött vízzel van készítve, de van hozzá jégkocka is, azt be tudjátok rakni a fogyasztóba és belerakni, úgyhogy kis friss nyári hűsítő. És mutatós is. Van házi pizzatészta, ez 130 g, egy mini kis pizzát fogok készíteni belőle az airfryerben. Sziasztok, a mai ebéd pizza lesz az airfryerben. Az airfryeres videóban hosszabban láthatjátok, hogy készítem. Ebben a videóban csak egy kis kóstolást mutatok nektek, nem voltam itthon. A Lidlben voltam egy ilyen mini bevásárláson, és ajánlok hozzá
fogyasztásra egy kis citromos narancsos mentás limonádét. Aszta! Hát ez sok volt neki. Sok volt neki ez a 12 perc. Ilyen lett a pizza. Nem szépítem, ez odaégett egy picit. Tehát ez a 12 perc, ez úgy látszik, hogy sok volt neki. Sajnos ez most nem házi pizza szósszal van. Ilyen gyorsan rádobálós dolog, de reméljük az íze kárpótol. Nagyon-nagyon meleg. Hát ennyi lett volna már ez a videó, remélem tetszett nektek. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!